Tamásiban a kommunista diktatúra áldozataira emlékeztek a Vőrc Ádám általános iskola falán elhelyezett emléktáblánál, amely az 1919. május 31-i tamási ellenforradalomban elesettek és a július 1-én kivégzettek emlékét őrzi. Koncepciós perek áldozataira, szovjet kényszermunkára hurcoltakra, kitelepítettekre, halottakra emlékezünk a mai napon, ezzel kezdte emlékbeszédét Szemlédi Regős Ákos. Akármennyire elcsépelten hangzik, a múlt ismerete elengedhetetlen a jövő formálásához. A mi múltunk ilyen tekintetben valóban szomorú múlt. A számok is szomorúak. A kommunizmusnak világviszonylatban 100 millió áldozata volt. A magyar vonatkozás is elkeserítő. A Tanácsköztársaság idején akár 600 főre is tehető a becsült áldozatok száma. Szovjet kényszermunkára 1 millió honfitársunkat hurcolták el. 200-300 ezer fő soha nem tért haza. 1945 és 1948 között 27 ezer népbírósági ítélet zajlott Magyarországon. 1946-tól 10 ezer ember börtönözte be koncepciós perek eredményeként. 1956-ig közel 1 millió pert folytattak a civil lakosság ellen. 25 ezer körüli volt az internáltak száma. Az 1956-os forradalom és szabadságharc után 400 embert végeztek ki, 21 ezer embert börtönbe zártak. A szocializmusban pedig szépen csendben, de igen hatékonyan működött a besugói hálózat, valamint az ávó helyére lépő munkásőrség. Számokat és adatokat soroltam, történelmi terminusokat, de a statisztikák, szakszavak mögött emberi sorsok, családi tragédiák, örök életre nyomot hagyó szenvedések, veszteségek húzódnak. Az önkormányzat és az intézmények képviselői a kommunista diktatúra áldozatai előtt tisztelegve koszorút helyeztek el az 1926-ban emelt és 2011-ben eredeti állapotára visszaállított emléktáblánál Tamásiban.